Nagyon messzire ment írásában a főigazgató friss blogbejegyzést tett közé a Terrorháza főigazgatója. Eléggé elgurulhatott a gyógyszere, ugyanis olyanokat írt Jens Laude Junckerről, amilyeneket talán még a kuruc. Info sem merne. Mint írta, egy közszereplőnek tűrnie kell. Mi 5 éve tűrjük, hogy Junker alkoholista, hogy dülöngélve lejáratja az EUT, vagy lediktátorozta a miniszterelnökünket és megpaskolta az arcát. Tűrjük, pedig legszívesebben oda mentem volna, és lekevertem volna neki egy hatalmas paslit, hogy jelezzem, ezzel minket, magyarokat sértett meg. Írta. Nem elég tehát, hogy Schmidt ismét a teljes magyarságot akarja azonosítani a kormánnyal, és a miniszterelnökkel, úgy tűnik, most már attól sem riad vissza, hogy veréssel fenyegesse az Európai Bizottság elnökét. A főigazgató szerint Juncker bizottsági elnöklése merénylet volt az Európai Unió tekintélye ellen. De nem csak Juncker kapta meg tőle a magáét. Manfred Weber feltételei kapcsán különösen a CEU jogi helyzetének rendezése miatt Schmidt még a soros kártyát is bedobta. Nincs megfejtésem, csak egy, Soros. Megkérte és megígérte, hogy meghálálja. Úgy látszik, van az a pénz, amiért Webernek korpásodik a haja. Őrjöngött habzó szájjal Schmidt. Az Index szerint Dühét elsősorban még csak nem is a Fidesz felfüggesztése válthatta ki, hanem az, hogy mint mi is megírtuk Weber időközben elkezdte követelni, hogy vegyék napirendre a magyar kormánnyal szemben indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Remélem, Weberből nem lesz semmi. Már így is magasabbra jutott, mint kellett volna. Junckert legalább vicces volt, de Weber csak kínos, zárta sorait a főigazgató.